November 3. napján színültig megtelt a Párbeszédházának konferenciaterme. Az alkalom, ami a szép számban összegyűlt emberekért volt felelős, az Niklaus Brunsen svájci jezsuita szerzetes és zenmesterrel folytatott beszélgetés volt. Az esemény Brunsen úr könyvéből szemezve ismertette meg, hogyan férhet össze és gazdagíthatja egymást a zen és a Szent Ignáci lelki gyakorlatok. Világok között otthon című könyvből Sajgó Szabolcs olvasott fel. Minden szerep, minden karakter énjeim sokaságának egyikéhez kötődik. A kisebbik, de szívesen nagy énnel, amelyet a zenben sogának neveznek. A színpadra alakok lépnek föl, egyik a másik után mindenik, megmutatja magát a reflektorfényben, mond valamit, integet, aztán távozik. A böjtölő atya egy csésze teával lép fel, integet, aztán lelép. A jezsuita határozottan lép elő, sokat mondóan nevet, bólint, int, és lelép. A meditációs atya lép színre, és Shakespeare idézi, a többi néma csend, int, majd távozik. Az erény atya megmutatja magát, mutatóujját fölemeli, majd újra leenged, és azt mondja, nem kötelezve lenni és moralizálni, hanem szeretni és élni. Int és lelép. A valaha volt igazgató fellép, még egyszer előveszi azt 3K elvét, a kartársakat kedvelni kell, integet és lelép. A zen vonal és szemlélődő iskola alapító előjön, és azt mondja, az út a középpontba vezet, bólogat, és középen lelép. A hídverő jön, spárgába ereszkedik és szól, a lehetetlen lehetségessé válik. Föláll, integet, el. A beszélgetés során Nemes István a könyvben szereplő kis és nagyénről kérdezte a jezsuita pátert. Ha önéletrajzi vallomásként kezeljük a könyvedet, mint ahogy az is, akkor azt mondhatnánk, hogy ez könyv a könyvben. Olyan, minthogyha egy könnyed és ironikus pillantást vetnél az egészre. És hát érdekfeszítő, mert ha Niklaus Brunsen nevét halljuk, akkor elsősorban ez a képlet áll össze a hallott szerepek között a fejünkből. Ő a jezsuita páter, aki egyben zenmester is. De itt sokkal többről van szó ebben a szövegrészletben. És én azt szeretném, hogyha első lépésben mesélnél egy kicsit nekünk a többi énedről, amelyet nem ismerünk. Kicsoda az a Wallisi fiú, aki nem tudott szabadulni a gondolattól, hogy jezsuita legyen, és jezsuita lett. Vagy kicsoda a böjtölő atya, kicsoda az író, kicsoda a meditációs iskolát alapító Niklaus Brunsen. Szeretném, ha röviden végigvezetnél életed ezen állomásain, és mesélnél egy kicsit, hogy közelebb vigyél magadhoz ezáltal minket. Kann antworten mit einer Begegnung in der Bahnhofstraße in Zürich. Én a zürichi Bahnhofstraßen történt találkozással tudok erre a kérdésre válaszolni. Es sind schon einige Jahre her. Ez már jó néhány éve történt. Eine Frau kam auf mich zu und fragte. Egy hölgy jött felém és egy kérdést tett föl. Sind Sie der Fastenpater? Azt kérdezte, hogy ön a böjtölő atya? Weil ich Fastenkurse geleitet habe und Bücher darüber geschrieben. Mert böjtölő kurzusokat tartottam és erről írtam könyveket. Und dann sagte ich, ich bin Pater Brunsen. És azt válaszoltam neki, hogy Brunsen atya vagyok. Aber der Meditationspater sind Sie. És akkor azt kérdezte, hogy de akkor a meditációs atya? Ich sagte, ich bin Pater Brunsen. Azt válaszoltam, hogy Brunsen atya vagyok. Und ein andermal bei einer Radiosendung wurde ich gefragt, was sind Sie jetzt, Christ?
oder Buddhist oder so eine komische Mischung. És egy másik alkalommal egy rádiós műsorban azt kérdezték, hogy akkor buddhista vagy, vagy keresztény, vagy valamilyen furcsa keveréke a kettőnek? Ich erschöpfe mich nicht in den Rollen, in dem, was ich tue. Nem elégszem meg a szerepekkel, azzal, amit teszem. Und wenn du das kleine und das große Ich ansprichst, és ha már a nagy és a kicsi én szóba kerül, dann kann ich sagen, das eine ist das ursprüngliche, wahre Wesen, mein Selbst. Akkor azt mondani, hogy az egyik az az eredeti, való önmagam. Und das Ich ist unerlässlich, verschiedene Ichs, um die Rollen wahrzunehmen. És a különböző ének pedig elengedhetetlenek. Ich habe vieles gemacht im Leben. Sok mindent csináltam az életem során. Aber ich lerne jetzt endlich mit 80 zu merken, dass ich mehr bin als das, was ich tue, als die Rolle, die ich habe. De most így 80 évesen végre kezdem megtanulni azt, hogy több vagyok annál, mint amit teszek, több vagyok annál a szerepnél, amit betöltök. Für den Moment so viel. Egyelőre ennyit. A hegyek, mint szimbólum is szóba került. Mit jelentenek Branson számára? A hegyek között nőttem föl, hozzájuk mértem ifjúi erőmet. Egyre gyakrabban vonzódtam vissza hozzájuk, ahogyan idősebbé válok. A kitartás, amelyre az embernek a hegymászáshoz szüksége van, sokat segített általában is az életem során, de a zen gyakorlása közben is. Azaz ott maradás, az, hogy egyetlen ugrással mindent, nem lehet mindent elérni, csak lépésről lépésre, lélegzetvételről lélegzetvételre. Szívesen hasonlítom az intenzív zen gyakorló heteket a magashegyi túrákhoz. A magashegyi túra előtt korán kelünk, a zen gyakorlatokon is. A hegyekben nagyon fontos a bajtársiasság, a zen gyakorlatokon is. A kísérő, illetőleg tapasztalt vezető jelenléte a hegyi túrák során elengedhetetlen. A zen esetében is. A türelem, a kitartás, a jelenlét a hegyekben döntő. A zennél ugyanúgy. Mindkét esetben a tetőtől talpig jelentkező időleges fájdalmak, benyomások, hogy nem fog sikerülni előre nyomulni a határokig és azokat kitágítani, a kilátás jutalma és a befelé pillantás boldogsága, az egyszerre jelentkező jótét fáradtság és könnyedség a tagjainkban a következő napon, amikor a nagy megpróbáltatásokon már túl vagyunk. Kedves Niklaus, a meghallgatott rész a hegyekről és a zen meditáció kapcsolatáról szól. Wallis hegyei közül jössz, a hegyekkel való találkozás születésettől fogva hozzátartozik az életedhez. Én most arról kérdeznélek tőled, hogy téged, hogy hogyan és hol találkoztál életedben a lélegzet, a jelenlét erejével. És hogyan találkoztál a zennel? Mi volt az, ami mindezekben téged megragadott? Also das Stichwort Atem ist hier ganz zentral. Tehát a lélegzet kulcsszó az itt nagyon központi szerepet játszik. Schritt um Schritt, Atemzug um Atemzug. Lépésről lépésre, levegővételről levegővételre. Der Atem ist immer jetzt. A lélegzet az mindig most van. Ihr könnt nicht für morgen atmen. Nem lehet a holnapi napra előre lélegezni. Versucht es einmal. Próbáljátok ki. Mein Atem ist immer jetzt. A
lélegzet az mindig most van. Und das habe ich in den Bergen gelernt und im Zen. És ezt a hegyekben tanultam meg, illetve a Zenben. Wenn ich ganz beim Atem bin, bin ich bei mir, wenn ich einatme, und bei der Welt, wenn ich ausatme. Amikor belélegzek, akkor magamban vagyok, magamnál vagyok. Amikor pedig kifújom a levegőt, kilélegzek, akkor pedig a világgal, a világban vagyok. Und ich bin präsent. És jelen vagyok. Und wer ein Präsent ist, ist ein Präsent. És aki jelen van, az ajándék is egyben. To be present means to be a present. Tehát angolul, to be present means to be a present. Ha jelen vagyok, akkor ajándék vagyok. Azt is megértettük, hogy hogyan fér össze a két világ Niklaus hitében. Zwischen den der Welten daheim, világok között otthon. Ez a között, ez egy rendkívül érdekes jelenség. Erről fogunk most meghallgatni egy részletet, amely idő és örökké valóság, kelet és nyugat, világok és kultúrák között, a közösség állapotát írja le. Lepörögni. A homokúra pörög le. Amikor télidőben a szaunában ülök és verejtékezem, elbűvöl a homokóra. A homok lefolyik, az edény kiürül. Az idő lepörög, vége, ennyi volt. Egy teljesen más érzés, a mulandóság és maradandóság érzése áll be, ha egy füstölőpálcikát látok elégni, és annak illatát ízlelgetem. A tömjén illata tölti be a teret. Igen, a füstölőpálcika teresíti az időt, ezáltal a tartósság látszatát kölcsönzi neki. Ahogy Byung Chulhan, az idő illata, filozófiai esszé, az időzés művészetéről című könyvben olvasható. A valóságban a meditáció közben egy növény illatú füstölőpálcikát hagyok elhambadni, éppenséggel a mulandóságra emlékeztet. A rudacska elég. Ugyanakkor azonban az örökké valóság fuvallata ölel körül, a jelenben idő és örökké valóság összekapcsolódik. Pontosan itt van az, ahol otthon vagyok, ezen a hely nélküli helyen. Nem csak világok között érzem otthon magam, kelet és nyugat, benső és külső, kontempláció és szemlélődés és cselekvés között. Nem csak az idődimenzió között vagyok otthon, múlt és jövő között. Otthon vagyok az idő és örökké valóság között is. A mérhető időben és az időtől való szabadság mérhetetlen tereiben is. Köszönjük ezt a gyönyörű és mély részletet, kedves Szabolcs, kedves Niklaus, aki ezt a részletet hallgatja, annak egyszerre megüti a fülét az, hogy világok, idő és örökké valóság között érzed otthon magad. Sem itt, sem ott, mégis mindkettőben, mégis otthon. Ez a között egy olyan folyamatosság, folyamatos ideiglenességet, egy olyan folyamatos nyitottságot sugall, amely sok ember számára bizony idegen. Szokatlan. Elképzelhetetlen, hogy hogyan érezheti magát valaki otthon, aki sem itt nincs, sem ott nincs, hanem a kettő között van. Ugyanakkor meggyőző erővel egy élet áll mögöttük, meggyőző erővel hangzanak ezek a szavak, otthon lenni kelet és nyugat között, és kíváncsivá tesznek minket. Hogyan lehet valaki otthon mindkét világban? Hogyan lehet valaki otthon idő és örökké valóság között?
hogyan tud szintézist teremteni a saját életében, a saját tapasztalatában keresztény misztika és zen buddhizmus között. Arra szeretnélek most kérni, hogy ezt a szintézist próbáld összefoglalni számunkra, hisz nagyon kíváncsiak vagyunk rá mindannyian. Möchten Sie das wirklich wissen? Valóban szeretnék tudni. Ich sage zuerst etwas Grundsätzliches. Először is valami alapvetőt szeretnék mondani. Gregor der Große, gestorben 604. Nagy. War ein Papst. Szent Gergely 604-ben halt meg. Hat ein Buch geschrieben über den großen Mönch und Ordensgründer Benedikt. Szent Benedekről írt a szerzetesen alapítójáról egy könyvet. Und dort steht der Satz, ich sage es zuerst Latein. És abban áll egy mondat, amit először latinul fogok elmondani. Und dann auf Deutsch. És aztán németül. Und dann sagst du es auf Ungarisch. És aztán te majd magyarul. Habitabit secum. Er wohnte bei sich. Magánál lakott. Habitabit secum. Wenn ich ganz bei mir bin. Hogyha teljesen magamnál, magamban vagyok. Bin ich nie verloren. Akkor soha nem vagyok elveszve. Und kann bei allen sein. És mindenkivel együtt tudok lenni. Das ist die erste Antwort. Ez az első válaszom. Die zweite, Ost und West, wie kann das sich verbinden? A második, hogy a keletet és a nyugatot hogyan tudom összekötni? Ganz kurz gesagt. Egészen röviden megfogalmazva. Wir haben einerseits die Wortreligionen, die abrahamitischen Religionen. Van egyrészt az ábrahámi vallásokban a szavakra alapuló vallás. Judentum, Christentum, Islam. Zsidóság, a kereszténység az iszlámban. Und auf der anderen Seite vor allem Wege der Erfahrung und weniger des Wortes. És a másik oldalon pedig az inkább tapasztalatokra alapuló utak vallása. Und da ist es ein wunderbares Miteinander, eine Notwendigkeit sogar, ein Zeichen der Zeit. És itt van egy gyönyörű híd, egy összhang, egyfajta szükségszerűség, az idők jele. Sich zu begegnen. Hogy egymással megismerkedjen ez a két voneinander zu lernen, hogy egymástól tanuljon, sich zu bereichern, és hogy egymást gazdagítsa. Im Buch habe ich einen Satz, der heißt so, es kommt die Zeit und sie ist schon da. A könyvben írtam egy mondatot, az úgy hangzik, hogy lesz egy olyan idő, ami már itt van. Da ich nicht mehr erklären muss, dass das verbunden werden kann, dass ein Christ ernsthaft Zen praktizieren kann. Ez az az idő lesz, amikor egy kereszténynek nem kell többet magyarázkodni amiatt, hogy a zen vallást is gyakorolja. Er kann, es geht. Man muss es machen und erfahren, dass es geht. Egyszerűen csak ezt teszi, és megtapasztalja, hogy ez működik. Und noch ein weiterer Aspekt in diesem Thema. És még egy szempont ebben a témában. Die Verbindung von Zeit und Ewigkeit. Az idő és az örökké valóság összefüggése. Ewigkeit ist nicht irgendwann. Az örökké valóság nem majd valamikor lesz. Ewigkeit ist eine Dimension in der Zeit. Ez az időben egy dimenzió. Und wir können einen Hauch von Ewigkeit je neu im Jetzt erfahren. És ennek az örökké valóságnak a
fuvallatát most a jelenben meg tudjuk tapasztalni.